Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy jóslás október 10-éig. A héten nagyon sok a munkád. Légy óvatos a munkahelyeden, hiszen a háttérben van egy hamis személy, aki irigy rád, rosszat akar neked. De ez a kártya kombináció azt is jelentheti, hogy nem azon a munkahelyen dolgozol, ahol szeretnél, és munkahelyi változások lesznek, hiszen ez nem a te elvárásod, nem érzed jól magad a munkahelyen. Itt látható a képen egy idősebb úr, aki elgondolkozik valamin, talán rajtad, vagy ezen a helyzeten. De a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és lehet, hogy téged szomorít el ez a munkahelyi helyzet, és szeretnél valamit változtatni. Nem csak a munkahelyen vannak nehézségek, hanem itt a környezetedben is. Sok a dolgod. Ami jó és kellemes, az a szerelem. Hiszen a lelki társad szeretne veled találkozni, és itt szerencse lesz a szerelmi élet területén. Ami még várható, egy bírósági ügy, erre utal mindkét kártya, vagy valami igazságtalan nálad, a családot illetően, a munkát illetően, a környezetedben, ebben a helyzetben sikered lesz, hiszen itt van a nyeremény. A kártyák arra is utalnak, hogy pénz jön a házhoz. Ez a szegénység, a veszteség elmúlik, hiszen a koporsó ezt lezárja. És ami a későbbieket illeti, erre utal ez a hosszú út, itt le tudsz horgonyozni. Azon kívül lesz egy utazás és változások, ami az otthonodat illeti. Külföldi kapcsolatok, utazások és változások a családot, az otthonodat illetően. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!